annak utána pedig elmentek Mózes és Áron, és mondának a fáraónak, ezt mondá az Úr, Izraelnek Istene, bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. A fáraó pedig mondta, kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem is bocsátom el Izraelt. Ők pedig mondának, a héberek Istene megjelent nékünk, hadd mehessünk hát három napi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak, ami Istenünknek, hogy meg ne verjen minket döghalállal vagy fegyverrel. Egyiptom királya pedig mondta: Mózes és Áron, miért vonjátok el a népet az ő munkájától? Menjetek dolgotokra! Ezt is mondta a fáraó, imi a föld népe most sok, és ti elhagyatjátok velük az ő munkáikat. Ámen, és majd innen folytatjuk. Tehát az történik, hogy a nép és Mózes egymásra talál, a nép megérti, hogy Mózes, küld, hogy Isten küldött egy szabadítót, meglátogatta őket, bizakodik, reménykedik a nép, imádja Istent, leborul előtte, hódol az atyáik Istenének, és hát nyilván következik a következő lépés, hogy akkor meg kell jelenni a fáraó előtt, de kell jelenteni, Istennek az üzenetét, Istennek az igéjét. Nagyon fontos, hogy amikor valaki lép valamit és tesz valamit, főleg ilyen jelentőségteljes dolgot, akkor tudja azt, hogy Isten küldte, és tudja, hogy van egy üzenete. És Mózes és Áron ezt tudta. Isten küldött bennünket, és van egy üzenetünk, követségben járunk, küldetésben vagyunk, nem a magunk nevébe jöttünk, nem a magunk üzenetét hoztuk, hanem Isten küldött bennünket. Úgyhogy odaálltak Mózes és Áron a fáraónak, és mondták neki, ezt mondja az Úr Izrael Istene. Nem tudom, hogy kicsit, ha vizuálisan elképzeljétek magatok előtt ezt a helyzetet, hogy ott van az Izrael népéből két ember, most nem tudjuk, hogy Mózes még a, a pásztor gunyájába jelente meg, Áron meg a rabszolgalétből jött elő, és akkor fölmennek a, a királyi palotába, ahol pompa van, ahol gazdagság van, ahol minden sugározza a hatalmat, minden sugározza a tekintét, Az, hogy ez a fáraó Istenként van tisztelve, az ő szava olyan, mintha Isten szólna, és odaáll elé ez a két ember a rabszolga népből, és egy nagyon határozott, és tekintélyes bejelentést tesz a fáraó előtt. Isten nevébe beszél. Azt mondja az Úr, Izrael Istene, és itt az, a, az Úr helyén a Jakve szó szerepel. Azt mondja Jakve, ugye, akinek a nevét kijelentette Mózesnek maga az Úr, hogy ez az én nevem, vagyok, aki vagyok. Azt mondja Jakve, Izrael Istene, bocsásd el a népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. Mit jelent ez a mondat? Sok mindent. Egyébként a Héberben a, a Salá Ami, ez a kifejezés, bocsásd el a népemet. Salá Ami, bocsásd el a népemet. Egyrészt azt mondja itt Isten, hogy a zsidó nép az ő népe. Rapszolgasósba van, eddig a fáraó azt tett vele jó formán, amit akar. Még ezután is tehet vele még rosszat is, majd látni fogjuk. De ez a nép, az ő népe. Az én népemet bocsásd el. Figyeljetek, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi újszövetségi emberként is tudjuk magunkról, hogy mi Isten népe vagyunk. Mi az Úr tulajdona vagyunk. Erről annyi ige beszél. Beszél arról, hogy, hogy választott magának kiváltképpen való népet az ő vérén, jó cselekedetre igyekezőt, hogy azt mondja Péter, hogy ti korábban nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok, korábban nem népem voltatok, most pedig az én népem vagytok, mondja Péter. Ugye ez a hósásra reagál egyébként, mert ugye hósájásnak voltak a gyerekének a nevei, hogy ló ruhámá, nincs kegyelem, ló ammi, nem népem, és Jezréel volt a harmadik, és most azt mondja az ige, hogy most már nem kegyelmezetből kegyelmezettek lettetek, nem népemből népem lettetek. Az új szövetségben, Jézusban, mi Isten népévé váltunk, megkegyelmezettek lettünk. És mit mond itt Isten e, a fáraónak? Bocsásd el az én népemet, az ám mi, ez az én népem. Az ám, az a nép, az ám mi, az én népem, az én, enyém, az én népem. Bocsásd, ez a nép az enyém. Aztán a másik dolog, hogy, hogy akárhogy Forgatjuk ezt a szót, ez egy parancsoló módban van. Egy felszólító módban. Bocsásd el a népemet. Tehát, hogy Isten, a Jahve, aki bemutatkozott Mózesnek, ő parancsolhat a fáraónak. Ez az Isten nagyobb a fáraónál. Felszólíthatja a fáraót arra, hogy mit tegyen meg, és hogy tegye meg, amit kér. És ezzel bemutatja az ő hatalmát a fáraó fölött. És lehet vele engedetlenkedni, mint ahogy a fáraó meg is próbálja, de végül ez az Isten be fogja bizonyítani, hogy tényleg hatalmasabb a fáraónál, és fölötte áll a fáraónak. Figyeljetek, ez nagyon-nagyon fontos. A bibliai világképben nincs dualizmus, nem dualista a világkép, ami azt jelenti, hogy két egyenlő erő küzd egymással. Ezt annyiszor lefestik. És a, egyébként a sátánológiában, meg a démonológiában is, hogy ez túl van hajtva, akkor az rossz irányba vezet. Figyeljetek, Istennek a sátán ennyi. Tehát nincsenek partneri viszonyban. Tehát, hogy nem nem tudnak egy ringbe beszállni, mert Istennek még ütnie se kell, és a sátán sehol nincs. Nem az van, hogy van két egyenlő erő, és küld, küzd egymással, hanem van Isten a teremtő, az alkotó, a végtelen hatalmú, mindenható, örökkévaló Isten, Sátán is, meg egy teremtmény, egy bukott, bukott teremtmény, akit Isten hozott létre, nyilván nem sátánként, hanem luciferként, világosság angyalaként, de a kettő dolog nincsen partiba egymással. De gyakorlatilag a fáraó ellenkezhet, rugódozhat, de Isten be fogja bizonyítani, hogy ő az erősebb, ő a hatalmasabb. Figyeljetek, látjuk Jézust, mikor itt jár a földön. Hát most, most tényleg megint ezt a gadarait tudom csak mondani, nem akarom, hogy Pétert mindig példálozni, hogy ez a kedvenc története. Talán kevés ember van, akinek a gadarai megszállott a kedvenc bibliai alakja. De, de, de hogy gyakorlatilag ott van Jézus. És gondoljatok bele, az a Szelíd Jézus, aki tényleg az Isten báránya, aki úgy meg lehet ölni, hogy kisen nyitja a száját. És oda megy tízváros vagy a gadarénusok földjére. És ott van egy megszállott, akit láncokkal, kötözte, láncokkal kötöztek meg, és sírboltokban lakott, és mesztelnül, ruha, ruhátlanul kivetközve magából, az emberi mi voltából szinte ott élt és tengődött, és még láncokkal próbálták az emberek megkötözni, az ördög már jól megkötözte, még az emberek is meg akarták kötözni, de elszaggatta a láncokat. És azt van megírva, hogy, hogy oda borult Jézus elé, hogy oda kuporodott Jézus elé, is, és, és, azt mondta, hogy ne minket. Mert azt mondta annak az embernek, vagy annak a léleknek, menj ki ez emberből. És akkor, hogy hányan vagytok, és akkor légió, mert sokan vagyunk. Egy légió 6000 főből állt, a római légió. Most ez nem biztos, hogy az 6000 démon volt, de biztos sok, 2000 disznóba elég volt, e, 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 mikor Jézus beleküldte őket. És, és, és mit mondott Jézus? menjetek a disznókba. És az a, az a, légiónyi, gonosz, tisztátalan szellem. Nem tudott, nem, nem, megyek, nincs ilyen, hogy nem megyek. Tehát belementek a disznókba. És az az ember pedig ott állt megtisztulva, magánál, józanul, felöltözve, eszénél, ugye, a, a Károli mondja. És ott volt megszabadulva. És Jézus nem azt látjuk, hogy itt nagy tülekedés, birkózás, hol egyik volt felül, hol a másik volt felül, hanem Jézus ott áll, és azt mondja, menjetek a disznókba. Sit ki innen. És, így megszabadult az ember. Tehát, ne, itt ne, nem, volt, nem volt visszakérdezés, nem volt párdon, tehát akkora a hatalmi különbség, hogy hogy ez nehéz zongorázni a különbséget, hogy mekkora hatalommal bír Isten, és sátán fölött is. Ugye sok szempontból azért a, a fáraó itt az ördögnek, az ellenségnek, a fogvatartónak a szimbóluma. Packázni próbál Istennel, ellenállni próbál Istennek, akarja akadályozni a népnek a szabadulását, de nincsenek egy súlycsoportban. És szeretném mondani, testvérek, hogy Jézus végtelenül nagyobb, mint az ördög. Isten végtelenül nagyobb, mint a sátán. Jézus neveire minden tér meghajlik. Menjen földön, de még a föld alatt is meghajlik minden tér. Istennek van joga parancsolni, van joga azt mondani az ördögnek, bocsásd el, Engedd el, nincs jogod hozzá az enyém, igényt tartok rá, én megszabadítom, én kivezetem, mert az enyém, mert meggyógyítom, mert jogom van hozzá. És ugye miért szabadítja meg, ez még később is kijön, hogy ünnepet szerezzenek nekem a pusztában. Miért szabadít meg Isten? Az imádásra. Arra szabadít meg az Isten, hogy őt ünnepeljük. Ugye több, több kifejezés, hogy áldozanak nekem a pusztában, hogy, és, hogy imádjanak engem, hogy ünnepet, szerezzenek, üljenek nekem a pusztában. A megszabadítás is egy céllal történik. Nem azért szabadítja meg Isten pusztán, hogy ne legyenek rabszolgák, az is egy fontos cél, hogy ne legyenek rabszolgák. De miért még, hogy szabadon szolgálhassák az urat. Ugye megtisztít bennünket a Krisztus vére az örökkévaló lélek által, a holt cselekedetek től, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát a szabadítás az egyrészt valami negatív valami elnyomástól való kiszabadítás, és valami jóra való felszabadítás, hogy szolgáljuk az élő Istent. És, és ez, ez vetítődik előre ebben, a, ebben az igeversben. És Mózes és Áron azt mondták a fáraónak, azt mondja Jakve, Izrael Istene, Salámi, Engedd el a népemet, bocsásd el a népemet, ha ünnepeljünk a pusztában ennek az Istennek. Fáraó azt mondja a második versben: Kicsoda az úr? Kicsoda a Jakve? Hogy hallgassak szavára, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az urat, és nem bocsátom el az Izraelt. A rabbinikus irodalomban van egy olyan feljegyzés, amiben, mint hogy itt történt volna egy jelenet, ez ugye az igében nincs benne, hogy szintén volt a fárónak is egy 70 fős tanácsa, és összehívta őket, hogy keressék meg, hogy ki ez a jakve. Mert hogy most ide jött tárom meg Mózes, hát egy jakve nevébe beszélnek, azt mondja, hogy ez az ő népe, és hogy én engedjem el őket, akik ingyen dolgoznak nekem, tehát egy nagyon jó munkaerő, építik az országot, de dehogy mondok le róluk. De hát itt van egy Isten, Jahve, és kéri a népét. És akkor állítólag lapozták, lapozták, lapozták. Nagyon sok istenre rábukkantak. Ugye tudjuk, hogy a rá a napistenből származtatta a fáraó az ő hatalmát, hogy a napistennek az ereje van benne. meg Sok istenben föl tudtak még keresni, de a jagfét nem találták. Hát nem találhatták, mert ugye most jelentette ki magát Mózesnek. Tehát, hogy, hogy igazából ez az isten másnak még nem mutatkozott be. És akkor lapoztak, 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 nem találtak jakvét. <laughs> és mondja a fáraó, hogy hát sajnos nem ismerem ezt az Istent. Nem ismerem, és nem bocsátom el a népet. Tudjuk, hogy az egész történet arról is szól, hogy ez a fáraó megismeri az Istent, méghozzá megismeri ennek az Istennek az erejét, és megismeri ennek az Istennek a hatalmát, hogy meg fog előtte hajlani a fáraó. Mert olyan erős ez az Isten, olyan nagy ez az Isten. És mondják itt tovább, ugye a harmadik versben, hogy hát a héberek Istene megjelent nekünk. Hadd mehessünk el három napi pusztán, hogy áldozhassunk az Úrnak, a mi Istenünknek. Meg ne verje minket döghalállal, fegyverrel. Ugye itt már Üller vetíti a későbbi csapásokat az ige. Egyiptom királya pedig ugye mondta, Mózes és Áron, tehát hogy látszik, hogy itt elfogyott már a türelme, hogy vitatkozzon ezzel a két emberrel, miért vonjátok el a népet a munkájától? Menjetek dolgotokra. Tehát ezzel a fáraó kifejezte, hogy a tárgyalásnak részéről vége, nincs tovább egyezkedés. Hallottam, amit mondtatok, értettem a bejelentést, de én nem ismerem el ezt az Istent, és ezért nem is engedelmeskedek neki. Figyeljetek, ez mindig így van. Csak az engedelmeskedik Istennek, aki elismeri az Istent, aki elismeri fölötte a hatalmát, hogy úrként tiszteli. Jézusnak is kiengedelmeskedik, aki elismeri őt úrként, aki elismeri őt Istenként. Ameddig mi nem ismertük Jézust, nem ismertük előtt az mi is engedelmeskedtünk neki. És amikor meg elismertük őt, megismertük őt, közösségre léptünk fel, megtudtuk, hogy micsoda Isten ő, hogy micsoda megváltó ő, akkor elkezdtünk neki engedelmeskedni is. Amikor úrként tiszteltük, kezdtük tisztelni, akkor kezdtünk engedelmeskedni. az nagyon fontos egyébként, hogy Jézus ne csak megváltónk legyen, hanem urunk is legyen. Tudjátok, hogy van ez az elfogadtad őt, személyes uradnak és megváltódnak ez a kérdés. Vagy amikor szokták mondani, hogy elfogadtam Jézus Krisztus személyes megváltómnak és uramnak. Mert a megváltás az arról szól, hogy engem kiszabadított a, 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 a rabságból a, a bűnnek a hatalmából, megváltott, megvásárolt. És ez egy nagyon szép dolog, és nagyon jó dolog, és fontos dolog, és nem tudtuk volna ezt sem megtenni magunk helyett. Izrael se tudja megszabadítani magát. És nem dönthet úgy, hogy ő, ki, hogy ő fogja magát és ledobja a szerszámot a napvégén, és akkor elindul az ígéret földjére, mert az elnyomónak van fölötte hatalma. Kell egy szabadító, egy hatalmas, külső, természetfölötti erő, Isten személye, aki kivezeti őket. De az Úr mi volt az arról szól, hogy elismerem az ő hatalmát fölöttem, hogy engedelmeskedek neki. És Jézus a megváltónk is, de az Úrunk is és és el kell ismernünk fölöttünk való hatalmát, tekintéjét. Ezt is mondta a fáraó, mi a föld népe sok, és ti elhagyatjátok velük a munkát. És gyakorlatilag itt véget ér a megbeszélés, úgy néz ki, hogy neki futottak így elsőre ennek a, ennek a szabadítás kísérletnek, de lepattantak a fáraóról, a fáraó elhárítja a kérdést, nem engedelmeskedik, és hát úgy néz ki, hogy retóziók is követik a dolgot, és ö, olvasok akkor tovább Isten igéjét. Parancsolt azért a fáró azon a napon a nép sarcoltatóinak és felvigyázóinak mondván. Ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez, mint ennek előtte, Hadd menjenek el ők maguk, és szedjenek maguknak polyvát. De a téglaszámát, mennyit önnek előtte csináltak, vessétek királyuk, azt le ne szállítsátok, mert restek ők, és azért kiáltoznak mondván, menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek. Nehezítessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk, és ne hajtsanak hazug szóra. Itt álljunk meg egy kicsit. Ugye erre szokták mondani, hogy minden lépést jól meg kell gondolni. Bár úgy néz ki, hogy a fáraó elutasítja a kérést, nem engedem el a népet, az eredeti állapotot már nem lehet visszaállítani. Nem lehet újra a nullpontra visszamenni. A dominó elindult. A bejelentéssel, hogy bocsáss el a népemet, Isten szava megjelent, Isten igénye megjelent, Isten joga a néphez nyilvánvaló, a parancsa a fáraó felé nyilvánvaló, és innentől kezdve ezt meg, nem megtörténté tenni, már nem lehet. És a folyamatok elindulnak valamilyen irányba. És nem az van, hogy kisétáltak Áronék, és akkor azt mondták a népnek, hogy hát sajnos nem, enged, nem engednek el minket, de nyugodjatok meg, minden marad a régibe. Nem marad minden a régibe. Mert a folyamat elindult. És a folyamat egy vajódáson, egy nehézségen keresztül fog elérni a végéhez. De ezt már nem lehet meg nem történtéteni. Nem tudják azért, ja, bocs, akkor nem jöttünk. Akkor vegyük úgy, hogy meg se történt. Nem tudják így venni, nem is akarják, de nem is lehet mert Isten szava megszólalt, értitek? Isten szava elindította a dolgot, a fáraónak reagálni kell, még ha nem is hisz az úrban, valami elindult ő benne, a gondolkodásába, az akaratába, a vágyaiba, és hát mi, mi indult el? Egy retorzió, egy bosszú, egy nehezítés. És az történik, hogy a fáraó kiadja a parancsot, hogy akkor sanyargassák még jobban a népet, nehezítsék a munkát, Eddig a folyamat úgy zajlott, hogy a téglavetéshez a polyvát egyiptom adta, és úgy az anyagot formálták és, és vetették az izraeliek, és itt a hozzáadott anyagokból ugye elvesznek, azt mondja, hogy ne, ne adjatok nekik már polyvát, azt szedjék ők maguk, tehát menjenek el és keressenek, olyan, olyan szalmát, tarlót, amit, amit be tudnak építeni a téglába. Ugye ez, ez a kötését a, a téglának erősítette, ugye ez, enélkül szétesne az anyag. De azt mondja, hogy a számot ne engedjék lejjebb. És vessétek királyuk, mert azt mondja, hogy azért kiáltoznak, azért akarnak elmenni az Isteni közül, mert lusták. Hát tudjuk, hogy nem lusták. Fáraó mit ad? Ami a lényege, hogy a Lucifer is beszél az ember tragédiájába, nem adhatok mást, mi lényegem. A gonoszság jön, a nehezítés, az elnyomás. Figyeljetek, aki, aki elnyomó, aki, aki diktátor, aki, aki az Isten ellensége, az abban tud még jobban elmerülni. És, és ezt teszi, és nehezíti a szolgálatot, és nézzétek meg a kilencedik verset. Nehezítessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk, és ne hallgassanak a hazug szóra. Mi az ördög elnyomásának a célja? Hogy annyira kizsigereljen, annyira nehézét tegye az életet, hogy ne tudjál máson gondolkodni. Hogy ne tudjál a szabadságon gondolkodni. Ne tudjál a holnapi napon gondolkodni. Figyeljetek, ez minden rendszerben így van annyira szorítani az embereket, hogy eszükbe se jusson, hogy megtervezzék a jövő hetet, hanem csak abba éljen, csak a mát bírjuk ki. Figyeljtek, ez egy ördögi gondolat, amikor az embereket annyira szorítja az élet, hogy egyszerűen azt mondja, jaj, csak a mai napot bírjam ki, csak, csak valahogy kerüljek ma ágyba. És akkor ezzel eltelik a nap, föl kell, újra jön a nyomás, és akkor megint csak ágyba akar kerülni. És az ilyen ember mit nem csinál, soha nem fog gondolkodni arról, hogy mit csinál jövő héten, hogy jövő hónapban hosszú távú tervei nem lesznek, nagy ívű dolgokat nem fog kigondolni, mert annyira lenyomja, annyira megnehezíti az élet. Erre mondta talán a Derek, Derek Prince, hogy, hogy elfoglaltnak lenni, az, az jó, hogy az ember legyen elfoglalt. Miért jó ez, ha az ember elfoglalt? Mert a másik nagy ellenségünk a semmittevés. A semmittevés ugyanúgy a bűnnek a meleg ágya, tehát hogyha aki tudja, hogy ha túl nagyon ráérek, ha nagyon-nagyon nincs, nincs megszabott időrendem, életem, egyrészt szétfolyhat az életem, másrészt a nagy-nagy semmittevésbe megint nem jutok jó gondolatokra. Tehát ha nincs dolgom, az nem jó. De ha túl elfoglalt vagyok, ha túl elfoglalt vagyok, azt mondja Derek Prince, hogy nagyon szellemi dolognak tűnik, hogy az ember annyira elfoglalt, hogy semmi nem fér bele a naptárjába, és mindenkinek azt tudja mondani, hogy ne haragudj, hát nagyon tele vagyok programmal, és csak úgy tűnik, mintha óriás igény lenne ránk, hogy, hogy, annyira, annyira fontosak vagyunk, hogy semmi nem fér bele az életünkbe. De a túl elfoglaltság szintén káros, mert amikor az ember túl elfoglalt, annyira lekötik az apró napi teendők, hogy nem tudja fölemelni a fejét a távlatra. Figyeljetek, ha Jézust látjuk, ez szülemmel bámulatos Jézusba. Jézus nem volt lusta, nem volt semmit tevő. De azt se, azt se látjuk nála, hogy kapkodott volna valaha. Vagy nagyon sürgetően össze-vissza rohangászott volna. Azt látjuk, hogy volt az életének egy ritmusa, kereste az atyát, tanítványaival együtt volt, tanított, de megtalálta a pihenés helyét, elvonult, töltődött, akár éjszaka imádkozott. És nem látod rajta se a, az, hogy túlságosan kiengedett volna, hogy egy ilyen nagyon lézi, nagyon, nagyon szabadjára engedte volna magát, de azt sem látod rajta, hogy egy olyan megfeszített tempót diktált volna, ami, ami nem bírható. És ugye az ellenség itt ezt hozza, hogy annyira megterhelni őket, hogy ne legyen idejük azon gondolkodni, hogy élhetnénk szabadon. Ne legyen azon erejük gondolkodni, hogy hát akár lehetne egy jó látásunk is a jövőre nézve. És én azt gondolom, hogy sok ember élete néha annyira meg van terhelve a gondokkal, a munkával, sok mindennel, a terhekkel. Hogy, hogy nem tudja fölemelni a fejét a távlatra. Hogyha egy kicsit távolabb nézzen, hogy, hogy egyszerűen Isten ritmusa szerint tudjon élni. És e, tudjuk, hogy a, hogy a mai világ, aztán tényleg ez már a közhely, hogy a mai világ kizsiréreli az embereket. És, és gyakorlatilag tényleg nincs idő arra, hogy, hogy elmélkedj, hogy nagy dolgokon gondolkoz, hogy tervez, hogy alkos, hogy föltalálj, hogy bármit csinálj. Mert, mert annyira kiszipolyoz a világ, annyira kéri az erőforrást. És ugye ez volt a fárónak is a dolga, hát figyelj, mi, mi van itt? Hát ez a nép, ez el akar menni három napra, ugye itt, itt három nap. Hát most milyen jó lenne elmenni három napra, nem? Hát <laughs> csak három napra, testvérek, milyen jó lenne. Azt mondja, Jaj, terheljük meg jól őket, mert annyira rászaknak a háromnapos szabadságra, hogy többet kérnek belőle. És nehezítsük meg a dolgokat, ne tudjanak gondolkodni máson csak a munkán. És ne hajtsanak hazugszóra. Ugye? Minek nevezi Isten szavát? Hazugszónak. Ez ördögi dolog. Ez már az Édenben is így volt. Á, nem haltok meg, dehogy haltok meg. Csak jól tudja az Isten, hogy eztek a fáról, akkor olyanok lesznek, mint ő. Áron meg, meg Mózes oda megy, és azt mondja a fárnak, hogy az Isten szólt, hogy bocsáss a népet. Ez azt mondja, ezek hazudnak nektek. Hazug szó. Az Isten szava hazug szó. Ez mindig az ördög trükkje, hogy Isten igéjét megpróbálja a hazug szónak beállítani. kimentek azért a nép sarcoltatói és felvigyázói, és ezt mondták a népnek, mondván. Ezt mondja a fáraó. Nem adok nektek polyvát. Menjetek magatok, szedjetek magatoknak polyvát onnan, ahol találtok, mert semmi sem szállítatik le a ti Még egy fontos dolog. Azt olvastuk, hogy azt mondta, ezt mondja a fáraó. Figyeljetek, sokszor van ez így, hogy mond valamit Isten, bocsásd el a népemet, ezt Isten mondta. De nem történik azonnal, de megszólal a Fáraó is. Azt mondja a Fáraó, nincs több polyva, gyűjtsétek magatok, de a, a kvótát, azt teljesítsétek. Vagy a normát. Hozzátok a normát. És úgy tűnik, úgy tűnik, hogy a Fáraó szava erősebb, hogy a Fáraó szava azonnal történik, hogy a Fáraó rendelkezése, parancsa azonnal hatással van az életünkre, az úr szava meg nincs. Az úr azt mondta, hogy bocsánat, hát nem vagyunk szabadok, hát még rosszabb. De a fáraó megszólal, és azonnal történik, és azonnal érezzük a hatását. És tudjuk, hogy ezeket a pillanatokat, ezeket a feszültséggel teljes dolgokat csak a hit tudja áthidalni. Csak a hit. Hogy mégis azt mondjuk, hogy Isten szava az erősebb, és nem a fáraó szava. Ha Isten azt mondja, hogy bocsássál a népet, és szabadságra fogom vezetni őket, ez meg fog történni. Lehet, hogy a fáraó most rövid távon tud olyat tenni, ami azonnal megtörténik, azonnal hat az életünkre, de nem az ő szava az erősebb, és nem az ő szava lesz az utolsó. Azt olvassuk, elszélett azért az egész nép Egyiptom földjén, hogy tarlót szedjen polyva helyett sarcoltatók pedig szorították, mondván, végezétek el a munkátokat, napjában a napi munkát, mert mint akkor, amikor polyva volt, és verettettek az Izrael fiai közül. Felvigyázók, akik, akiket a fáraó sarcoltatói rendeltek föléjük, mondván, miért nem végeztétek el a rátok vetett téglaszámot, sem tegnap, sem ma, úgy, mint előtte. Ugye nyilván visszaesett a teljesítmény, hiszen olyat vártak el tőlük, ami lehetetlen. Hát ez is egy nagyon érdekes dolog, nem? Isten is vár el tőlünk olyat, ami lehetetlen. Csak azt megteszi helyettünk. Kicsoda üdvözülhet tehát. Ami embereknek lehetetlen, az, az Istennek lehetséges. Az ördög még olyat vár el, ami lehetetlen, és utána még kárhoztat és vádol is. Hát lehetetlen volt polyva nélkül ugyanazt a számot. Hát ezeket ütötték, verték, dolgoztak, ö, verejtékig. És mikor nem tudták hozni, akkor miért nem csináltátok? Miért nem csináltad? Miért nem teljesítetted? Miért nem teljesítetted? Ez egy óriási teher, hogy van egy lehetetlen elvárás, és utána még a vádlást is megkapod a nyakadba. Ez mind ördögi dolog. Figyeljetek, sok ember, meg sok főnök, meg sok rossz főnök tesz ilyet hogy el, lehetetlen elvárásokat támaszt, és utána még a vádakat is az ember nyakába rakja. Ez, ez, egy, ez egy ördögi indulat. Isten soha nem tesz velünk ilyet, hanem ami lehetetlen, azt ő megteszi helyettünk, azt kipótolja, és nem várja el, hogy mit tegyük meg. Ö, és elmentek az izrael fiai közül való felvigyázók, és kiáltottak a fáraóhoz mondván, miért cselekszel így a ti szolgáiddal? Polyvát nem adnak a te szolgáidnak, és azt mondják nékünk, csináljatok téglát. És ími a te szolgáid verettetnek, a népet pedig védkezik. Ugye miért védkezik a né néped? Egyrészt ugye ezt úgy is lehet érteni, hogy azzal védkezik, hogy nem tudjuk teljesíteni, amit kért, kértünk, és hát persze joggal kéred számú, hogy most ez a norma, de nem tudjuk hozni. De tudjuk azt is, hogy amikor, amikor nagyon meg van szorítva az ember, nagyon préseve van az ember, akkor elkezd lázadni, elkezdenek olyan gondolatai támadni, amik tényleg már nem helyesek, talán elkezd gyilkos indulat följönni benne, a bosszú, a visszavágás gondolata följönni benne, mert érzi, hogy egyszerűen szétfeszíti az életét, az a nyomás, ami alatt van. Az pedig monda, restek vagytok, restek, azért mondjátok, menjünk el, áldozzunk az Úrnak, áldozzunk Jakfénak. Tehát gyakorlatilag a szemükre veti, hogy ti az Istennel foglalkoztok, de ez, ez csak a lustaságnak az álcája. Ti nem hívők vagytok, nem Istent akartok tisztelni, csak nem akartok dolgozni. Ö, és ezt, ezt veti a, a szemükre. Most pedig menjetek, dolgozzatok, polyvát ugyan nem adnak néktek, de a rátok vetette iglaszámot be kell adnotok. Akkor látták Izrael fiainak felvigyázói, hogy bajban vannak. És mivel azt kell mondaniuk, mivel azt kell mondaniuk, a a téglaszámot lenne, szállítsátok napjában, a napi munka meg legyen. És mikor kijöttek a fáraótól, szembe találkoztak Mózessel és Áronnal. Ugye itt a felvigyázók voltak, akik szintén visszamentek a fáraóhoz, hogy, hogy miért csinálod ezt velünk? Miért csinálod ezt velünk? Hát mit védkeztünk? Hát rabszolgaként dolgoztunk. És amikor a fáraó megmondja nekik, hogy restek vagytok, de nincs, nincs engedmény, kell hozni azt a feszített tempót, akkor mennek ki, és találkoznak Mózessel és Illés. Illés? Áronnal. Mózes és Illés, az vasárnap volt az igényedetésben. Ezek szerint figyeltem, de, de, de itt, itt, Áron és Mózesről van szó. És ugye mi történik? Valakire ki kell vetíteni a frustráltságot. Valaki hibás, nem? Valaki biztosan hibás. Meg kell találni a hibást, mert akkor az ember úgy érzi, hogy legalább megtaláltam az okát, hogy nekem miért rossz. Ez egy kicsit ilyen önkönnyítő dolog, hogy nagyon rossz, de legalább találtam egy hibást. És azt mondja itt a, a, a 21. vers, mondának nékik. Tehát a felvigyázók, azok szintén zsidók akik most jöttek a fáraótól, mert reklamáltak, hogy nagyon nehéz a munka, szembe találkoztak Mózessel és Áronnal, és azt mondja, lásson meg titeket az Úr, és ítéljen meg, akik rossz hírbe kevertetek minket a fáraó előtt, és az ő szolgáli, szolgáli előtt, fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket. Ez a lásson meg téged az Úr, és ítéljen meg, hát ez egy gyakorlatilag egy átlagformula, formula, szépen hangzik, de ez a, verjen meg titeket az Úr. Tehát gyakorlatilag ezt mondták el ilyen szépen. És mi a forgatókönyv? Gyakorlatilag okot szolgáltattok, hogy a fáraó megöljön minket, ami persze nem logikus, mert miért ölné meg a fáraó a rabszolganépet, aki ingyen dolgozik neki. Tehát a fáraónak nem érdeke megölni a zsidókat, hiszen akkor az ingyen munkavész oda, ezért nem is akarja őket elengedni se, mert, mert akkor oda vész az ingyen munka, a robot munka, ami amin keresztül ő építi a, a, az országát. De mégis ott van ez a forgatókönyv, hogy ti beléptetek ebbe a helyzetbe, és nekünk rosszabb. Eddig, eddig is kemény volt az élet, de most még keményebb, eddig is majdnem belehaltunk, de most lát, hogy belehalunk. És, és csak a hit tudja áthidalni ezt a különbséget. És, és általában az ember, amikor tényleg nagyon meg van szorítva, általában a legrosszabb forgatókönyvek szoktak eszébe jutni. És, és ebből a présből, ebből a depresszióból, ebből csak Isten igéje tud kiemelni. Csak Isten igéje. Tehát az igazi présből, az igazi lenyomásból csak Isten reményt keltő igéje tud bennünket kiemelni. Ő tudja a szellemünket, a szívünket fölszabadítani ez alól a nyomás alól. És nézzétek meg, és visszament Mózes az Úrhoz. Kihez ment? Az Úrhoz. Ez, ez az, amit meg kell nagyon-nagyon tanulni nekünk, mert persze Mózes most leállhatott volna vitatkozni ezekkel az emberekkel is. Hát értsétek meg, az Úr küldött, hát, mi? hát én csak jót akartam, és akkor elkezdhetett volna magyarázkodni. De kihez megy oda? Mózes ezzel a problémával, Ez neki is egy teher. Hát ő is azért jött, hogy a népet kivezesse, és most azt látja, hogy a saját atyafiainak csak rosszabb a helyzete. Már 40 évvel ezelőtt is pont ezen akart segíteni, amikor a, a, az egyiptomit nagyon ütötte. Pont ezért jött, hogy könnyebb legyen a népének, és most ő is azt látja, hogy, hogy nehezebb a népnek, és ő sem érti. De kihez megy ezzel a problémájával? Az Úrhoz. Meg kell tanulnunk a dolgokat az Úrhoz vinni. Mert lehet ezekről emberekkel beszélgetni, még lehet, hogy megértést is találunk, még lehet, hogy bólogatókat is találunk, vagy bátorítást is találunk, de igazi megoldást csak az Úrnál találunk. Igazi válaszokat csak az Úrnál találunk. És visszament Mózes az Úrhoz. Az Úr jelenléte, az Úr kérdezése az, ami a válaszokat hozza. Ura, miért engedsz rosszul bánni a néppel? Miért küldöttél engem? Uram, ide jöttem, és nem jót hoztam, hanem rosszat. Ide jöttem, kimondtam a szabadat, és nem egy jó kifejlet indult el, hanem egy negatív forgatók. Uram, miért van ez? Hogy történnek így a dolgok? És attól fogva, hogy bementem a fáraóhoz, a te nevedben szóljak, rosszabbul bánik-e néppel. Megszabadítani pedig nem szabadítottad meg a te népedet. Sokan azt gondolják, hogy ha elindulnak Isten nevében, és tesznek valamit hitből, és nem jön rá gyors, pozitív válasz, akkor az nem az úrtól volt. Sokszor ebbe mérjük le, a rövid távú reakcióba mérjük le, hogy az úrtól volt, vagy nem, nem az úrtól volt. Ha bejött, és hirtelen nagyon jó lett, akkor azt mondjuk, ez az úrtól volt. Hogyha nem jön be, és esetleg rosszabb verzió kell, akkor hát lehet, hogy nem az úrtól volt. Tehát azt látjuk a Bibliában, hogy sokszor egy gyors siker, meg egy gyors gyümölcs egyáltalán nem bizonyítja, hogy az Istentől van. Mert igazából a maradandó gyümölcs a bizonyíték, nem a gyors gyümölcs. Mindig a maradandó gyümölcs a bizonyíték, soha nem a gyors. És hogyha valami rosszabbra fordul, miután hitből kiléptünk, vagy szóltunk, ez egyáltalán nem annak a bizonyíték, hogy nem az Úrtól volt. Lehet, hogy pont annak a bizonyíték, hogy igenis az úrtól volt, és az ördögnek, az ellenségnek van egy ellentámadása, és át kell törni még a támadást, mert az első támadási hullám után, vagy a tizedik hullám után lesz majd a szabadulás. Hát tudjuk, hogy itt még több ízben, de jó, hogy Isten aztán kommunikál, és mondja az ő forgatókönyvét, de az, hogy volt egy ellentámadás a fáraó részéről, ez nem azt jelentette, hogy Mózes nem az úr szavát mondta. Hogy rosszabb lett a helyzet, ez nem azt jelentette, hogy nem Isten akaratában jártak, hanem csak azt jelentette, hogy elindítottak egy folyamatot, és van egy visszarúgás. Istentől van a szó, Istentől van a folyamat, de van az ellenségnek egy visszarúgása. Nagyon fontos, hogy ettől ne kérdőjelezd meg, hogy az Úr szólt, hogy az Úr indított, hanem a rugás után föl kell állni és tovább kell menni, és vissza kell menni az Úrhoz. Vissza kell menni az Úrhoz. Uram, hát nem te indítottál, nem te mondtad? hallottam -e valamit? És ugye itt, itt elválasztolik a két rész, de ahogyha hat egyet hozzáolvassuk, csak a reménység miatt, hogy ne csak a Mózes panaszával zárjuk ezt a részt, Úgy, és az Úr pedig mond a Mózesnek. Visszament Mózes az Úrhoz, föltette a kérdéseit, Miért bánsz rosszul a néppel? És azt mondja, majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval. Mit jelent ez? Azt mondja az úr, még nem végeztem. Ennek a történetnek nem itt van a vége. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lehet, hogy az ellenség visszarúg, de a történetnek nem ott van a vége. Azt mondja az úr, majd meglátod, mit cselekszem. Ez nem azt jelenti, hogy én gyenge lennék, azért mert elsőre nem engedte a népet. Ez nem azt jelenti, hogy félrehallottál, amit, amit mondtam. Ez nem azt jelenti, hogy nem én küldtelek. Ez csak azt jelenti, hogy még nincs vége. Szokták mondani, hogy minden jó, ha a vége jó, és ha még nem jó, akkor még nem a vége. <laughs> akkor még nem a vége. És ez a történet, ez mondjuk pont ilyen. Hogy elindul valami, ami aztán hirtelen rosszabb lesz. De Isten azt mondja, majd meglátod. Majd meglátod, mit cselekszem. Még nem végeztem. Ez nem a vége. Most visszarúgott az ellenség, visszarugott az ördög, visszarugott a fáraó, próbál erről ő is, hogy megmutassa, hogy ő is valaki, hiszen itt megjelent egy Isten, aki azt mondta, hogy csináljak meg neki valami. Megmutatom, hogy én is vagyok valaki. Az ördög mindig eljátsza, mintha tényleg lenne hatalma. Ö, aztán belátja a végén, ő maga is meg akik, akik a, az, akiket meg akar téveszteni, hogy igazából nincs hatalma. Mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani, és hatalmas kéz miatt űzi ki őket az ő földjéről. Tehát azt mondja az Isten, hogy, hogy igazából majd most fog bizonyságot nyerni az, hogy az én kezem erősebb, és be fogom bizonyítani, hogy az ördög minden mesterkedésével szemben, a fáraó minden erőfitoktatásával szemben én mégis véghez viszem azt a szabadítást, amit elterveztem a népre. Úgyhogy lehet, hogy van olyan helyzet az életünkben, amikor nagy lendülettel, nagy hittel megindulunk, az úr szólt, beleállunk, lépünk, aztán rosszabb lesz. Kérlek, ne bizonytalanodj el rögtön, lehet, hogy jó irányba indultál. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a, ez a visszarúgás annak a bizonyítéka, hogy félrehallottad Isten szavát, hanem csak annak a bizonyítéka, hogy jó irányba vagy, és Istennek még lesz újabb és újabb lépése, amiben vissza kell menni az Úrhoz és kérdezni őt. Folyamatosan kapcsolatban maradni az Úrral. Látjátok, hogy Mózes újra és újra megy az Úrhoz és megkérdezi az Urat, és és beszél az úrral. Tehát a küldetés nem arról, hogy az elején hallottunk valamit, és onnantól kezdve végezzük magunktól a dolgot, hanem minden egyes lépésnél, folyamatnál újra keresni az Urat, keresni a szavát, kérni az útmutatását, és így vinni tovább a küldetést, mert ez történt Mózes életében is, és aztán a nép majd meg is látja tényleg a szabadulást. Úgyhogy ennyiről szólt ez a fejezet, Salá ami, bocsásd el a népemet! Isten bejelenti az igényét az ő népére, parancsol a fáraónak, mert Isten nagyobb az ellenségnél, és egy időre rosszabbodik a helyzet, de ez nem vonja a kétségbe azt, hogy a dolog Istentől indult el, és ő meg fogja mutatni, hogy még vannak további lépései. Úgyhogy mi sem csüggedjünk, mi sem bizonytalanodjunk el, a bizonyos lépések után, nem hirtelen a, a, a jó kilátások kezdődnek, mert az Úr még biztosan tartogat valamit, és még nagyobb hatalmát akarja megmutatni ezen a helyzeten keresztül. Legyen így az életünkben. Amen. Drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy ez a történet, a kivonulás történet, a szabadítás történet egy bejelentéssel kezdődik, azzal, hogy Mózes és Áron, meghalva, megértve a te szavadat, odaállnak a fáró elé, aki, aki, királyként, istenként, úrként ül a trónján. Úgy néz ki első ránézésre, hogy annak az embernek van hatalma. De aztán, hogyha mélyebbre nézünk és hittel tekintünk akkor rátjuk, hogy mindenek fölött neked van hatalmad. Uram, köszönöm neked, hogy a te népetként vagyunk mi is. Népetként hívtál el bennünket, nem vagyunk már idegenek, hanem közelvalók vagyunk. Nem vagyunk távolvalók, hanem Jézus Krisztusban közelvalók lettünk. Ha te néped lettünk, szövetségeseid lettünk. Köszönjük, Uram, hogy neked van valóságos hatalmad az életünk fölött. Időnként vannak olyan hatalmak, olyan valóságok, amelyek erősebbnek, hatalmasabbnak tüntetik föl magukat, mint amilyen te vagy. De tudjuk, hogy ez hazugság. Az az igazság, hogy te vagy mindenek fölött. Uram, akarunk hinni a Te szabadban, akarunk hinni a Te ígédben. Még ha azt tapasztaljuk is, Uram, hogy először nehezebb lesz, először rosszabb lesz. Ne bizonytalanodjunk el abban, hogy Te vagy a végső tekintély. És ha rosszabb a helyzet, akkor biztosan még tartok az lépéseket, mert Te felhozod a szabadulást mindenki számára. Uram, köszönöm Neked, hogy ebben erősödhetünk meg, és kérünk Téged, Uram, hogy a személyes életünkben is, amikor. Amikor úgy bátran nekiindulunk dolgoknak, mert úgy érezzük, hogy szóltál. Úgy érezzük, hogy lépnünk kell. Úgy érezzük, hogy itt az idő, amikor az Isten mozdít bennünket, akkor bátran tegyük ezt meg akkor is, hogy ha első pillanatra úgy tűnik, hogy nem úgy történnek a dolgok, hogy várjuk, mert mert nálad vannak a megoldások. Uram annyira tetszik ez nekem, hogy Mózes a bántások, meg a, meg a, a nyögések, meg a, a, a sarcoltatóknak az a ostor csapásai között talán Izrael fiainak a, a, szitok vagy átok zsoltárai között is téged keres. És azt mondja az igaz, hogy visszament Mózes az Úrhoz. Ad Uram, hogy mi is, amikor nehéz, amikor nyomás van, amikor vádak érnek bennünket, amikor mi magunk is úgy érezzük, hogy talán tévedtünk, menjünk vissza hozzád. Ott keressük a megoldást. Ne a tömegből, ne a fáraóból, ne az emberekből, ne az elnyomottakból próbáljuk meg összerakni a következő lépést, hanem tőled. Tőled kérdezzük. Uram, hiszem, hogy nálad vannak meg a válaszok. Add, Uram, hogy függjünk tőled, hogy keressünk tő, téged, hogy imádkozzunk hozzád, hogy tőled kérdezzük meg mindig a következő lépést, mert akkor nem fogunk hibázni. Segíts erre bennünket, Jézus nevében. Amen.